ünnepi eseményre került sor a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szarvasi telephelyén. Az Agrárminisztérium támogatásával az egyetem 800 millió forintot fordíthatott arra, hogy megteremtsék az öntözés fejlesztés oktatásának legkorszerűbb feltételeit. Az elmúlt 2 év alatt ezzel együtt összesen több mint 1 milliárd forintot költöttek a szarvasi telephely fejlesztésére. Így a városban határozott, stabil jövőképe lehet az agrárkutatásoknak és a mezőgazdasági oktatásnak. Itt Szarvason egy olyan szellemi hátország erőforrás állt rendelkezésre, amelyeket egy rendszerbe terelve a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem keretein belül, azt gondolom nem csak, hogy életképes tudtuk tenni, hanem a fejlesztés irányait is meg tudtuk határozni, hiszen itt a Szarvason, a Békés megyében minden adottság megvan ahhoz, és nem csak ökológiai adottságokra gondolok, hanem az az intellektuális háttér, ami a vízgazdálkodás, a rizstermesztés, nemesítés, a halgazdálkodás, a vetőmag előállítás területén fejlesztési lehetőséget, potenciált rejt magában, és mi ezt a potenciált használtuk ki, összekapcsolva az oktatást, a kutatást, az innovációt és a szaktanácsadást, és ilyen módon jutottunk ma el oda 2 év után, hogy összességében több mint 1 milliárdos fejlesztési program megvalósulásáról számolhattunk be, hiszen elkészült egy öntözésfejlesztési, oktatási, kutatási komplexum, ezt megelőzően már egy hallgazdálkodási rendszert adtunk át, és további fejlesztések is csőben vannak, annak érdekében, hogy ne csak Magyarország, de Közép-Európa egyik legfejlettebb, legmodernebb, legkorszerűbb 21. századi infrastruktúrát és tudás magába foglaló kutatási-oktatási komplexumát hozzuk létre itt a délalföldi térségben. Neked mindig fontos volt az, hogy az öntözést fejleszték Magyarországon. Miért tartod ezt fontosnak? Nekem azért személy szerint is fontos, és azért tartom fontosnak, mert meggyőződésem, hogy az elkövetkezendő évtizedekben a jelentőség az túlmutat a mezőgazdasági ágazaton belüli jelentőségén és szerepénél, hiszen ha a vízgazdálkodásunkat nem fejlesztjük, nem igazítjuk a megváltozó klímafeltételekhez, ökológiai lehetőségeinkhez, hogyha technológiában nem követjük azokat a szükséges váltásokat, amelyek révén a mezőgazdaságunkban rejlő potenciált ugyanúgy ki tudjuk használni, aknázni, ahogy ezt az elmúlt évtizedekben, akkor annak nagyon súlyos mezőgazdasági és élelmezési következményei is lesznek az ország számára. Ezért létfontosságú. Mondhatom azt, hogy szinte mindennél fontosabb az, hogy legyen élelmiszer egy országban, meg lehessen azt ott helyben termelni, és ennek feltétele a mezőgazdaságon múlik, és hogyha a klímaváltozáshoz, meg a szélsőséges időjárási jelenségekhez, a megváltozó vízgazdálkodási körülményekhez nem alkalmazkodunk, akkor alapjaiban fogjuk megrengetni azokat az adottságokat, lehetőségeket, amelyek a mezőgazdaságban rejlenek, és ebben a tekintetben az öntözés és a mezőgazdasági vízgazdálkodás részeként az öntözés, az öntözés fejlesztés, azért meggyőződésem szerint Magyarország jövőjének egyik legfontosabb eleme, amelyet fejleszteni kell, és amelynek a szellemi hátországát nekünk kell helyben biztosítani, ez az alapja mindennek. Az elmúlt évi asztály után most szerencsére jócskán esik eső az országban. Többen azt mondják, hogy most már hátra lehet dőlni. Hátra lehet dőlni? Nagyon nem lehet hátradőlni, sőt, én azt mondom, ez akkor szerencse ez a nagy mennyiségű csapadék, hogyha van olyan tárolótér, ahol ezt meg tudjuk őrizni. Nem csak meg tudjuk őrizni, hanem meg tudjuk tartani. És pillanatnyilag mi ebben állunk rosszul. Tehát én mindig elmondom, hogy nekünk nem a csapadék befogadása, illetve megtartása, hanem hosszú távú megőrzése az, ami alapvető fontosságú, és ehhez van szükség. Technológiaváltásra, alkalmazkodásra, megváltozó klímafeltételekre, olyan befogadó közeget, a talajról beszélek, teremteni, olyan technológiákkal, talajműveléssel, tápanyag utánpótlással és egyéb technológiai elemekkel, amelyek akkor is lehetővé teszik a nedvesség helyben tartását, amikor egyébként nincs ilyen bőséges csapadék, mint ami most van. De a csapadékot akkor lehet befogadni, akkor lehet megtartani a talajban, amikor az rendelkezésre áll, mostani időszakban, de hogy utána abból mennyi maradott, az azon múlik, hogy hogyan készítettük elő a talajt a nedvesség megtartására a befogadáson túl. Milyen konkrét fejlesztések valósultak meg itt Szarvason? A konkrét fejlesztés azt úgy kell elképzelni, hogy az Agrárminisztérium 3 programot támogatott, 2 ebből adatbázis fejlesztés,
tehát egyrészt az országos meliorációs kataszter kialakítása, másrészt pedig mintegy 300 kilométernyi harmadrendű öntözőmű felmérését jelent, geodéziai szintű felmérését jelentette, és ez a projekt, ahol most jelenleg állunk, ez pedig az úgynevezett öntözésfejlesztési demonstrációs és képzési központ megalakítását jelenti, amely lényegében azt a célt szolgálja, hogy olyan technológiai újdonságok felvonultatását jelenítsük meg, és tegyük demonstrálhatóvá mind gazdálkodók, mind pedig az egyetemi hallgatók számára, amely nyilván kiugrást jelenthet az öntözésfejlesztés területén. Mit fognak tanulni itt a hallgatók? A hallgatók elsősorban itt a gyakorlati képzésre koncentrálnak. Tehát nyilvánvalóan előadó termekben el lehet magyarázni azt, hogy hogyan néz ki egy öntözőberendezés, milyen elepekből áll, milyen műszaki tartalma van, hogy lehet alkalmazni a precíziós mezőgazdaság területén. Mi pedig itt megpróbáljuk gyakorlatban szemléltetni, hogy ez hogy működik, hogy lehet az öntözéses gazdálkodási technológiában minél hatékonyabban beépíteni ezeket a berendezéseket, milyen mérőműszereket kell hozzá társítani, hogyan lehet a talaj, a meteorológiai viszonyok változását mérni, azoknak az input adatoknak a feldolgozását hogyan lehet elvégezni, és lényegében az egyik legintenzívebb mezőgazdasági termelés technológia az öntözéses gazdálkodásnak a ismertetése fog itt zajlani. Ismeretes, hogy nagyon sokféle öntöző rendszert forgalmaznak az országban. Van valamiféle prioritás, vagy mindegyikből szemezgettek? Olyan öntözőberendezéseket tudtunk beszerezni, amelyek lényegében a legmodernebb technológiával tudják biztosítani a demonstrációt, a szemléltetést, a képzést. De tulajdonképpen nem a technika itt a lényeg, hanem a módszer és az, hogy öntözzünk. Pontosan erről van szó. El kell mondani, hogy az öntözés az nem egyenlő a locsolással. Ez nagyon sokszor felmerül, hogy nagyon egyszerű kérdésről van szó, csak megnyomjuk a gombot és öntözünk. Ennél sokkal bonyolultabb a dolog, nyilvánvalóan ezt egy gyakorló öntözéses gazdálkodó tudja, hogy nagyon sok környezeti tényezőt kell figyelembe venni, a növény fejlettségi állapotát, biológiai alapjait, hogy mennyire öntözésre érzékeny, milyen az öntözési reakció, és így tovább. Tehát nagyon sok mindent figyelembe kell vennünk, és mi ezt megpróbáljuk komplex szemléletben átadni, ezt a tudást. Itt a sajtótájékoztatón elmondtad azt is, hogy Szarvas lesz a központja a drónpilóta képzésnek az egyetemen belül. Szarvas abban is mondhatom azt, hogy unikális most itt a mai bejelentés kapcsán, hogy az első alkalommal egyetemi és gazdasági szereplő közreműködésével január végén indítjuk el a drónpilóta képzésünket, és ennek Szarvas lesz a helyszíne, és nem is lehetne kiválóbb helyszínt választani, mint ezt az mostan újonnan átadott központot, ami nem csak az öntözés, fejlesztés, infrastruktúrális hátterét biztosítja, hanem olyan térinformatikai, informatikai hátteret is ad ezekhez a képzésekhez, amelyek például a drónpilóta képzéshez, más felnőtt képzési programokhoz, szaktanácsadáshoz, gazdák számára közvetlenül is szükséges információk megszerzéséhez ad hátteret, nem csak innen a térségből, hanem országosan is, mert mondhatjuk, hogy ez egy országosan is egyedülálló komplexum, amit itt ma átadtunk. Azért megdobban a szíved, amikor Békés megyébe jössz, hiszen hazajössz. Igen, nekem Békés-megye érzelmileg is nagyon fontos, hiszen én magam is erről a vidékről származom. Nyilván ezt én próbálom ketté választani, hogy a döntéseimet ne az érzelmeim határozzák meg, de az ember ezt teljes egészében nyilván nem tudja és nem is akarja elválasztani egymástól, de inkább azt mondom, hogy nagyon büszkeséggel és örömmel jövök ide mindig, és különösen akkor, hogyha valami fejlesztést tudunk bejelenteni, és az külön öröm számomra, hogy személy szerint is tudok tenni azért, hogy segítsük a térséget, segítsük a megyét, hiszen a dél-kelet-magyarországi régió adottságai kiválóak, de egy olyan terület az országnak, amelynek szüksége van arra, hogy segítséget kapjon, szüksége van arra, hogy azokat a lehetőségeket, azokat az adottságokat ki tudják használni, amelyek rejlenek ebben a csodálatos térségben.